Piros pipát szímaiból várta. A fákról és a madarakról szóló gyermekdalokkal fogadták a Bükkön óvodába látogató vendégeket a gyerekek. Hoffman Tamás polgármestert, Molnár László alpolgármestert, Csernus László önkormányzati képviselőt és Hégli Imrét, a környezetvédelmi osztály vezetőjét, az ovisok a környezetvédelmi világnap alkalmából köszöntötték. Az intézmény zöld fala előtt előadott műsor után Hoffman Tamás polgármester elmondta, az önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet szentel a környezetvédelemnek. Egyrészt kiemelt szerepe van a környezettudatos nevelésnek. Ez a környezettudatos nevelés már a bölcsödékbe elkezdődik, folytatódik az óvodába, ahol már tényleg a gyerekek sokkal inkább tudatosan vonhatók be ebbe a tevékenységbe. Az, hogy madárbarát kerteket alakítanak ki, és természetközeli helyeket magukba az óvoda kertekbe, ez is nagyon fontos. De nagyon sok plusz program van. Tehát van, ami a jeles napokhoz kapcsolódó, különböző rajzpályázatokon keresztül tudnak tanulni, de nyilván mennek is olyan helyekre, amelyeket érdemes megtekinteni. A kerület számos szép eredményt ért el a környezetvédelem területén, a teendők azonban folyamatosak. A szabadtéri fejlesztések keretében 1,2 millió négyzetméternyi zöld területet alakítottak ki, több mint 20 ezer zöld növényt ültettek, 142 parcellát osztottak ki a közösségi kertekben, és több mint 1 milliárd forint értékben eszközöl az önkormányzat különféle energetikai korszerűsítéseket az intézményekben. Hégli Imre, az önkormányzat környezetvédelmi osztályának vezetője az eseményen hozzátette, az osztály számos különböző módon támogatja az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységét. Különös figyelmet szentelnek a környezetvédelmi nevelésnek. Szerencsére ugye most már a képviselőtestület minden évben jóvá hagy egy jelentősebb összeget, amit környezeti nevelésre, környezetvédelmi fejlesztésekre fordítatunk. Ennek a szakmai felügyeletével bízta meg a környezetvédelmi osztályt, ennek igyekszünk eleget tenni. Itt beletartozik az is, hogy környezeti nevelési programokat szervezünk, egyrészt mi, másrészt együttműködő partnereinkkel, legyen ez a Környezeti Nevelési Egyesület, vagy az Újbudai Pedagógiai Iroda, a Dunai-Poly Nemzeti Park, vagy a Humusz Szövetség. Nyilván van még számtalan szervezet, akikkel együttműködünk, velük igyekszünk megvalósítani olyan szemléletformáló programokat, amelyek a gyerekeknek a napjait egyrészt színesebbé teszik, másrészt elhivatottabbak lesznek a környezetünk védelme irányában. Az ENSZ 1972-ben Nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánította június 5-ét. A Környezetvédelmi Világnap célja, hogy széles körben felhívják a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegítsék az együttgondolkodást és a közös cselekvést, terjesszék a fenntartható fejlődés eszméjét.